Önfelett játék a Balatonban. A Keszthely Egri József általános iskola diákjai a strandon töltötték a vakáció előtti napok egyikét. Igaz, hogy már elmúlt a gyermeknap, de az iskola hagyományaihoz igazodva ezt a napot az idén is a tanév utolsó hetében tartották. A diákönkormányzatunk szervezte ezt a napot, és a gyerekek a diákönkormányzat vezetőjével döntöttek úgy, hogy szeretnének itt külső helyszínre kitelepülni, és bíztunk a jó időben, így megszerveztük ezt a napot. A jó időből nem volt hiány, de a programokból sem az iskolai gyermeknapon. Sportprogramok, homokvárépítés, játék és sok-sok fürdés, mindent kipróbálhattak a gyerekek. Nagyon jó, hogy vége van az iskolának, vártam, hogy végre nyári szünet legyen, jó a barátaimmal játszani a strandon, élvezetes ez a gyereknap, különleges, mert eddig az iskolában tartották, és idén lejöhettünk a strandra, és már jó a Balaton is, élvezetes volt homokvárat építeni. A játék mellett tanultak is a gyerekek, a vízirendőrség munkatársai arról beszéltek a vízparton, hogy mire kell figyelni fürdőzés közben, mit kell tenni, ha bajba kerülünk, és miként tudunk segíteni. A vicces, játékos rendezvényen hasznos dolgok is hangzottak el, és talán a hely is alkalmasabb volt a figyelem felhívásra, mint egy tanterem. Igazából azért döntöttünk így, hogy egy kicsit kimozduljunk az iskola falai közül, és sokkal színesebb programokkal tudjuk várni a diákokat. Úgy gondolom, hogy ezt maximálisan megoldottuk, hiszen nagyon sok új programot terveztünk. Még az ebédet is a szabadban fogyaszthatták el a gyerekek. Egy ízletes gulyás és pogácsa mindenkinek jól esett az árnyékban. 330 tanuló és 40 pedagógus élvezte a Balatonparti játékos napot.